A táblázat középmezőnyében található együttesek mérkőztek a honi férfi élvonalbeli kosárlabda bajnokság legutóbbi játéknapján, a Pécs az atomerőmű esét fogadta. A találkozó végkimenetele a feldobás előtt megjósolhatatlan volt, ám az első 10 percet követően jócskán tisztult a kép. Történt ugyanis, hogy a PVSK remekül kezdett, jól védekeztek és szinte minden dobásuk a paksi gyűrűben landolt, míg a piros-kékek rosszul céloztak. 24-8-al zárult a nyitó etap. A másodikban Eilinsfeld és Jeftovics találataival próbált zárkózni az atom, de mindig jött válasz a kiválóan játszó hazaiaktól, de azért pár pontot sikerült faragni a tetemes hátrányból. Ezt a szakaszt a Paks nyerte 18-14-re, a nagyszünetben 38-26 volt az állás. A térfélcsere után sem változott sokat a játékképe, Csirke Ferenc tanítványai kontroll alatt tartották a meccset, a Zunics legényeknek csak fellángulásaik voltak. Csirics, Horthy és Taylor remekül mozgatta övéit, míg a piros kékeknél Jeftovicsen kívül nem volt kiemelkedő teljesítmény. 30 perc után 60-42-t mutatott a tábla. A záró negyedben a vendéglátó fáradni látszott, de tartotta a differenciát. A hajrában a Paks még egyszer benézett 10 pont alá, de ekkor véleményes játékvezetői ítéletek születtek, amelyek nem a látogatónak kedveztek. Végül a baranyai alakulat megérdemelten győzött, a piros-kékek 12. vereségüket szenvedték el a szezonban. A végeredmény Pécsi VSK Veolia, atomerőmű ese 85-68, Zunics Branislav együttese jelenleg a 9. helyen áll. Én úgy látom, hogy gyengen kezdtünk el. Az valószínű, hogy a legfőbb oka az volt az ellenfélnek a védekezése, amit nagyon nem feküdt nekünk, és gondolom, hogy nekünk az egész meccsen ezzel valahogyan küzdöttünk. Gondolom, hogy nem fizikálisan ezen a szinten voltunk, amit itt kellett volna lenni. Én akkor is azt mondom, mérkőzés után is, amit előtte mondtam, hogy ezt a szívünkkel nyertük meg ezt a mérkőzést, persze kellettek hozzá az extra teljesítmények egyénileg, de én úgy érzem, hogy amit mi védekezésben nyújtottunk, az csak a szívünkkel tudtuk esetleg a fáradtságot kompenzálni, és tényleg fejben megint jól kezdtük a mérkőzést. Ugye szerdán az volt a probléma, hogy a védekezésünk esett szét Kaposváron, ezért kaptunk ki, most tudtuk tartani magas szinten egész mérkőzésen a védekezést.